Üdvözlöm a megjelenteket, mindenkit köszöntök a 2023. november 27 napon csütörtökön 17 órára összehívott testületi ülésen. 23. Mit mondtam? 27. Bocsánat, november 23 napon a 17 óra 04 perckor nyitom meg a testületi ülést. Megállapítom, hogy a képviselő testületből 5 fő jelen van, 2 fő hiányzik, Blaskóni Csontos Mária igazolta a távollétét, kezelésem van, és egy pillanat, ellenőrzöm, igen, Hegedűs képviselő úrtól most érkezett egy e-mail, mely szerint beteg és nem tud részt venni a mai testületi ülésen. Orvosi igazolást fogok kérni mind a két távollevőtől. Napirendet külön nem ismertetem, mert azt mindenki megkapta. Egy olyan változtatási javaslattal élek, mely szerint az aktuális napirendek között a 3.4-est és a 3.8-as napirendi pontot hozzuk előre a 2.1-es munkaterv szerinti napirend elé, annak érdekében, hogy a meghívott konyha vezetőnek ne kelljen végigvárni a teljes műsort. Valakinek bármilyen további változtatási szándéka. Csak egy megkérdésem. Plusz egy napi rendünk a meghirdetethez képest. Melyik? A Választási Bizottság. Az itt én nem találtam. 3.6-os helyi én választási bizottság tagjának megválasztása. Jó. Tehát akkor módosító. És megjegyzés csak, hogy szeretnénk kérdezni, és elnézést kérni, hogy rosszul került ki a honlapra a meghívó, mert csütörtöki nap helyett hétfő volt benne, és mire észrevettük, ugye már az a mai nap volt, és így nem cseréltük ki, csak ennyi. A dátum jó volt rajta, csak hétfő, egy csütörtök. Ennyi. Jó, ennyi módosítás. Rendben, tehát akkor a javasolt 2 módosítással teszem fel elfogadásra napirendet, aki egyetért azzal, hogy a 3.4-es és a 3.8-as napirendeket a munkaterv szerinti napirendek elején tárgyaljuk, azt kérem, illetve az összes többi napirendet tárgyaljuk, azt kérem karfelemléssel jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadásra került a napirend és a sorrend megváltoztatása is. Gyors leszek a polgármesteri beszámolóval, nem vagyok túl acélos állapotban. Pályázatok állása. Orvosi rendelő pályázat befejezve, minden pénzügyi tétel határidőre rendezve, számlák és kísérő dokumentumok elszámolásra leadva a kincstár részére. Megtörtént az ünnepélyes átadás, amelynek mintegy 80 meghívott vendég vett részt. Nagyszerű érzés volt átadni az intézményt, mert megvalósításáért annyit dolgoztunk, és amely nem lőtt volna létre nagyon széles összefogás nélkül. Nagyon sok elismerést kaptunk a vendégektől, kivétel nélkül városi színvonalú intézményként értékelték a vendégek. Mi meg büszkék vagyunk, hogy falun is tudtunk olyat csinálni, amit így értékeltek. Alpolgármester úr, illetve az érintettek dolgoznak az internet és a telefonvonalak áthelyezésén. Mai napon lezajlott a fogorvosi szék átszerelése és a fogorvosi berendezések átköltöztetése. Hétfő reggel történik meg az internet bekötés, és most mondom, illetve erről közleményt is fogunk megjelentetni a holnapi napon. Hétfőtől a fogorvosi rendelés az új rendelőben kezdődik. Ugyancsak zajlik a védőnő átköltöztetése, nagyjából ugyanezt tudom mondani, a jövő heti rendelések legalább egy része már egészen biztosan az új helyszínen fog megtörténni. És hogy elindult a folyamat a körzeti orvosi rendelő átköltöztetése vonatkozásában is, mai délutáni hír, mely szerint Garázi tiszteletes úr felesége, a helyettes doktornőnk sikeres vizsgát tett, sikeres szakvizsgát tett, úgyhogy gyarapodott ilyen vonatkozásban a községben egészségügyi feladatokat ellátók száma. Szeretném kiemelni, hogy a községi konyha és a katolikus ifjúsági csoport hatalmas teljesítményt tett le az asztalra, szó szerint az asztalra, olyan fogadást rittyentettek, mely ismételten rengeteg gratulációt eredményezett, és hálásan köszönjük a munkájukat.
Top plusz élhető települések, változatlanul várunk a vízjogi létesítési engedélyre. Annyi változás történt, hogy körülbelül 50 telefonálást követően végre megkaptuk a hiánypótlást, amelyet nagyjából 2 nap alatt teljesítettünk, és hogy aggasztóan gyenge színvonalú a fővárosi katasztrófavédelem munkatempója. Az előző csapadékvizes pályázathoz sem kaptuk meg még az üzemeltetési engedélyt. Rengeteg idejekben van náluk, az teljes anyag. Az anyag állítólag hónapok óta a jogásznál van végső jóváhagyásra, mert ugye a szakmai feladatokat elvégezték vele. Örülök neki, hogy a jogász úrnál pihen, még nem tudtuk elérni, hogy a jogász úr is foglalkozzon vele. Nagyon nagy a tét, mert 9 millió forintunk áll benne. Bölcsöde pályázat. Tető befejezve, szigetelés felragasztva, dübelezés elvégezve, és elnézést, ilyen még lesz. Első alkalommal be is lett húzva a szigetelés. A főbejárat kivételével a többi nyílászáró is a végleges helyén van. Főbejárat azért, mert még ott anyagbetermelés folyik, hogy ne sérüljön a nyílászáró. Folynak a villamos vezetékek szerelései és folyamatban a belső válaszfalak falazásai. Teljesen a pályázat szerint haladunk, sőt megelőzve az időt. Előkészítés alatt a berendezések, bútorzat, játékok és a többi közbeszerzése, minden vadonatúj lesz az épületben. Egyértelműen kész leszünk idő előtt, én most jelen pillanatban nagyjából jövő nyár eleje közepére satszolom az átadást, tehát jóval, hosszú hónapokkal, több mint fél évvel a végső befejezési határidő előtt. Szociális tűzifa pályázatunkra teljes mennyiség beszállításra került az önkormányzathoz. Így módon már nem függünk az esős idő okozta járhatatlan felázott erdei utakról. Hétfőn kezdjük a kiszállítást. Az önkormányzat fűtőanyag ellátottsága jelen pillanatban nagyjából 2,5 teljes szezonra való fűtőanyaggal rendelkezünk. Hosszú időre biztosítva van az intézményeink fűtése, és újfent leszerződtünk a Nógrádi Angyalvár óvoda fűtésére is, amelyet ezen a télen is mi látunk el. Strandpályázat. Innám partner településünkkel beadtunk egy pályázatot, az Interreg, tehát szlovák-magyar vonatkozású pályázati rendszerben. A pályázatra mintegy 10-szeres túljelentkezés van. Pontosan ezért előkészítés alatt van egy újabb pályázat beadása is ugyanerre a témára, bár azzal a nehézséggel küszködnénk, hogy mind a kettő nyert, és vajon melyiket csináljuk meg. Azzal a bővítéssel, hogy ebben a másik pályázatban a strandunkat egy újabb funkcióval látnánk el, úgynevezett kerékpáros belépőpont lenne a Börzsönybe. Részletekkel később fogok szolgálni. A bekötőút felújítása a jelzett mértékig megtörtént, a festés is megtörtént, és a patkázás is megtörtént, illetve ki van tűzve az átadás időpontja is, amely mint november 30-ára tettük. Ezt is megértük. És megvan a megállapodás a folytatásról, mely egyértelműen magába foglalja a Szabadság út még fel nem újított szakaszát is, a Kossuth-tal való kereszteződés és a vasúti sorompók között, vasúti átkelők között. Hajrá, Diósjenő, köszönjük Magyar Közút, és köszönjük Lehel Zoltán vezérigazgató úr, meg köszönjük Balla Mihály képviselő úr a közreműködést. A községi konyha üzemszerű működése hónapok óta zavartalanul folyik. Az elmúlt hónapok szaldója alapján egyre nagyobb biztonsággal merem kijelenteni, hogy a következő év költségvetésében már nem kell nemhogy 16 millió forinttal, hanem jó részvalószínűleg nagyjából semmivel se beszállni a normatívák és a bevételek fölött az önkormányzat egyéb bevételei terhére. És ez egy óriási szó, főként úgy, hogy a választék nagyon jelentősen bővült, és folyamatosan bővül. Jövő évben tovább javítjuk a konyha működését, egy nagy konyhai fritőz beszerzését tervezzük, meg is van a helye, így át fogunk térni a saját panírozású termékek előállítására. Nagyon köszönöm a tűzoltóknak, hogy a mai napon kivágták a Szent István Parkba
a tükrösterembe, az iskolába és a Göllesbe szánt karácsonyfákat, illetve gajasztak fenyőt, hogy koszorúkat, stb. Tudjanak készíteni az erre hivatott helyi lakosok. Parkolót építettünk a mai napon a konyha bejáratával szemben, kiszedtük a soha nem használt szárítót, kivágtuk a bokrokat, zuzottkő alappal és marhaszfalt fedéssel parkolót építettük. A számláinkat határidőre fizettük, pénzügyi helyzetünk változatlanul stabil. Én tartózkodással fogok szavazni, a beszámolom elfogadását kérem a testülettől, kérem, aki elfogadja a beszámolomat, karfelemléssel jelezze. Megállapítom, hogy 4 igen és 1 tartózkodás mellett a testület a beszámolomat elfogadta. Köszönöm szépen. Csak annyi, hogy az Ovi is kapott egy fenyőfát felajánlásként a Barkács gazda volt a pizzériával szemben. Szilárdtól, hogy ezt is szeretnénk megköszönni neki. Hálásak köszönjük minden ilyen felajánlást, főként azt, ami civil szervezetekhez megy. Hozzákezdünk a napi rendi pontok tárgyalásához, és akkor ugye a határozatnak megfelelően elsőként a 3.4-es napi rendi pont kerül tárgyalásra. Élelmezési szabályzat és munkaterv elfogadása. Én vagyok az előterjesztője, de nem én készítettem a szabályzatot, azt megköszönöm Molnár Kati néninek, aki a konyhát vezeti. A pénzügyi bizottság tárgyalta. Igen, pénzügyi bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a testület részére. Köszönöm szépen. Kati néni, valamilyen hozzáfűzni való van-e? Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ugye a felsorolásban szerepelnek mellékletek, hogy azért nem küldtem mindenkinek egyet. Ez egy nap, hogy azért lássátok, hogy nem a habokban dolgozunk, így sorba rakom, jó? Tehát ez a Nutricom programmal elkészített étlap, amin ugye szerepel 10 órai ebéd uzsonna, itt vannak a kalóriák, ez az óvoda. Ez azt jelenti, értelemszerűen óvoda 2023. október 3. hete. Ugyanúgy elkészül az alsó tagozat, a felső tagozat és a szociális étkezés, tehát mindeniknek ugye ez a sémája. A szociális étkezésnél annyi a különbség, hogy ugye ott csak ebédet jelölünk. Ennek ugye minden napnak megvan az egyfőre eső adat, kiszabatának hívjuk, ami az egyfőre esik. Ugye azt is tudja a Nutricom program, amit nem tud a Nutricom program, amit én szerkesztettem meg, ez egy nap. Tehát itt van. Ugye, tehát 10 óra ebéd, uzsona értelemszerűen az anyag felhasználat, és itt van mellette, hogy az óvodás gyermeknek bármiből egy adag vonatkozásában mennyi a gramma szükséglet. És a számra? Igen, és itt, tehát és ez így itt van sorban. Óvoda, alsó tagozat, felső tagozat, menza, mert ők csak ebédet kapnak, önó, és itt van az, amit csak az ételesek, a bejövő vendég és a szociális ebéd takar. Ide fölülre, hogyha beírom a napi létszámot, hogy óvodás ennyi, így sorba, az összegzi azt, tehát gyakorlatilag egy lapon látok mindent. Látom azt, hogy hány főt főzünk, kinek mi jár, mennyi jár, összességében mennyit kell elfogadni, tehát mennyit használhatok el. És ha az lenne a tortán, ha eljutnák odáig, hogy ez alapján ki tudom számolni forintálisan, hogy ami ide van írva, forintba mennyit használtam el. Sok tehát ennek is megvan a táblázata, de ha nem tudom, mit csinálok sem, erre már nincs idő megcsinálni, mert az lenne tökéletes, mert akkor nap év végére minden tudok, csörögjé. És ugye a leltár, tehát azért én kivezetni. Jó, akkor így. Ez a következő dokumentum, amit a HCCP egy napra előír, ugye itt vezetni kell reggel a tisztaságot, hogy melyik területen rendben van a tisztaság, itt a hűtők föl vannak sorolva, kezdéskor, végzéskor be kell írni a hőfokot. Itt van az, amikor le kell írnunk, hogy mit főzünk, hány órakor főzünk, mennyi volt a hőmérséklete, és 1 óra, 2 óra múlva mennyi a hőfok.
Tehát ugye a hűfokot úgy tudjuk tartani, az iskola vonatkozásában van ennek értelme, hogy a melegen tartó. A melegen tartó 3 óra hosszáig üzemelhet úgy, hogy nem forralom fel az ételt, ha kifutok a 3 órából is használhatom, de akkor újra kell felforralni az ételt. Tehát ez, amit napi szinten kell csinálnunk, akkor amivel elszámolunk, hogy az étel kiszállító lap, ez azért jó, mert ezt megkapja az óvoda. Itt föl van sorolva reggeli, mit kap, egy adag mennyi, és mennyi gyerek, tehát mennyit kell, hogy adjak. Tehát ezzel tudjuk ellenőrizni azt, hogy én biztos, hogy azt a mennyiséget átadtam, ugyanúgy van az ebéd is, és az uzsonna is, ez is ugye napi szinten kell. Itt az önőnél csak az ebéd van, és akkor itt van még ez a táblázat, ugye ez az országosan elfogadott táblázat, az adagolási útmutató, amit ugyanúgy megkapott az önő, az óvoda, az iskola, amivel ők is tudják ellenőrizni, hogy mely gyermekcsoportnak mennyi az adagmennyiség, amit adhatunk. Tehát ez alapján maximálisan betartva spórolunk. Tehát azért ezen vannak érdekes dolgok, amin el lehet gondolkozni, hogy hogyan lehet spórolni. Elég nagy a szórás a tólig. Nem nagy a szórás, mert te hogy értelmezed a szórás? Itt a szórás 90 és 120 gram között. Egyébként az ott megadott mennyiségeknek a felső határát. Igen, érted. Tehát itt most az, hogy most tejterméket 10 óraira a bölcsödés gyermeknek adhatsz 1-2 decig, az óvodás gyermeknek adhatsz 1-2 decig, az alsó tagozatos gyermeknek adhatsz 2-2,5 deciig, a felső tagozatnak 2-2,5 deciig. Tehát mink azért ezzel sakkozunk, hogy ugye látjuk az iskolában, hogy mennyire isszák, meg mennyire nem. Tehát az óvoda mindig megkapja a maximumot. Ennyit kap az óvodás gyerek is, meg ennyit kap a felső tagozat. Érted, mit gondolom? Értem. És ez gyakorlatilag így van végig. Tehát az, amit a polgármester úr elmond, hogy spórolunk, igen, keményen spórolunk. Bocsánat, megadom a szót. Én 2 dolgot szeretnék. Az egyik az, hogy mennyire jellemző az, hogy a szülők lemondják az étkezést, amennyiben tudják előre, hogy hiányozni fog a gyerek. Azt én, nekem arra nincsen rálátásom, ezt neki az óvodában és az iskolában kell megtenni. De azért azt meg szoktuk tenni, hogyha az iskolás gyermek nem tudja lemondani az ebédet, vagy az óvodás gyermek is lebetegszik és nem tudja lemondani az ebédet, eljön és odaadjuk neki az ebédet. Tehát ez senkitől nem veszik el az ételt. De ha nem viszi el, akkor az ugye pluszba van. De ha nekem az óvoda nem jelez, én azt leküldöm az óvodába, Ők azt nem küldik vissza, tehát nem is kell visszaküldeni. Akkor majd őtől kell megkérdezni. Jó, bocsánat, 2 kiegészítést tennék, utána megadom a szót. Az egyik igazán az, hogy a kiszabadoknak a maximumát adjuk, és azzal számoltunk mindenütt. Tehát amikor Katinén azt mondja, hogy spórolás, az alternatív, stb. Az soha nem az adagok rovására megy, vagy ilyesmi. Tehát az adag mennyiség nyilván mindig lesz olyan, főként a szociális étkezők, vagy sőt, inkább a vendégétkezők között, aki szeretné, hogyha 2 adagot kapna egynek az áráért. Egy biztos, néha én is rendelek a konyhától. Én általában nem tudtam megenni a fél liter levest. És a másodikat is, hát nagyon fogamra való, akkor nyilván elfogyha kevésbé, akkor nyilván az ember hamarabb érzi jól lakottnak magát. Tehát én azt gondolom, hogy az adagok olyan szinten rendben vannak, hogy azt reális kifogás én szerintem nem érheti. A másik, amit hozzá szeretnék tenni, hogy lezajlott a konyhának a nébi ellenőrzése eredményeként 79 pont volt. Ezt a múltkor érintőlegesen említettük már. 79. Bocsánat, akkor én tudtam rosszul.
Lényeg a lényeg, egyetlen adaggal, élelmiszerminőséggel, vagy olyan higiéniai vonatkozású elmarasztoló megállapodás nem volt, megállapítás nem volt, ami terhelő lenne. Olyan smik voltak, hogy a egészségügyi kiskönyvek nem egy helyen voltak, nem pedig. Igen, mindenkinek kiosztva. Most már ki van osztva. Olyasmi volt, hogy valakinek a kezén gyűrű volt, hozzátenném, hogy a dokumentumok aláírásához levette a kesztyűt, és alulla nyilván én akármi is legyen, senkit nem fogok arra kötelezni, hogy a, hogy is hívják ott, levegyék a gyűrűt. Mindjárt hajhálók hiánya, azóta vannak hajhálók. Lényeg a lényeg, az ott megállapított hiányosságok, vagy javítani valók, tételesen javításra kerültek, talán egy vagy két ablakon kell még, egy ablakon immár szúnyoghálót pótoljunk, vagy légy, mindegy, rovarhálót. És ami nem nagyon szokott előfordulni, mi magunk kértünk újabb ellenőrzést, mert teljes meggyőződésem az, hogy nagyon reális, hogy 90 pont fölötti eredményt érjünk el. Ezzel a 78 ponttal is eleve erősen kiemelkedünk a környék konyháinak az értékeléséből. Tehát azért lehet, hogy jobban el tudom mondani, mint amit a polgármester úr. Tehát azt tudni kell, hogy ez a fiatalember maximálisan végzi a munkáját, nincs parton, nagyon aranyos, nagyon tisztelettudó, de semmit nem fog elnézni. Ugye ez egy keddi napon történt. Életünkben először főztünk spenótot, mert kérte a konyhavezető, hogy ugye az óvodásoknak legyen spenót. A keddre programoztam be. Nekem minden kedden, ha nem tudom, mi fogyok az égből is, a férjemmel el kell menni kezelése. Ma, mikor jött az ellenőr? Kedden 7 órakor. Köszöntöttük, minden jó, beöltöztek. Elmondtam, hogy nekem el kell menni, Erikő, aki még soha ilyet nem csinál, négy ember, négyen is kevesen vagyunk a konyhán, ugye 4,5 a legnagyobb igyekezet mellett is a 4,5 ember kell. Új dolgot fűztünk, tehát azért addig, tehát 8 órakor mentem el, azért helyet közel tudtam, hogy nem fogják elrontani. Én elmentem 7 órakor. 7 órától 12 óráig ott voltak, és mindent néztek. Azért volt egy feszkó az emberekben, 3 ember végezte a 4 ember munkáját. Enikőnek volt a feladat, hogy minden, amit kell, kér, megmutassam, csinálja. Mondom, soha nem csinált ilyet, azért mondtam, hogy le a kalappal előtte. És végigcsinálták, megcsinálták, és azért nekem is meg. Tehát én ezzel a 78%-kal olyan szinten vagyok megelégedve, hogy azért nekem is megvannak a megfelelő kapcsolataim. Így nagy vonalakban gyorsan leírtam, hogy a környékben mik vannak. Ezt a felsőt ajánlom szíves figyelmetekbe. Jó, lényeg a lényeg, azt nyilván nem nyilvános információ, már mindenki nyugodtan nézze végig. Egy dolgot még kiemelnék, mielőtt elfogadásra javaslom a szabályzatot. Ugye amikor a beszámolóban azt mondtam, hogy új utakon jár a konyha és választék bővítés, akkor az azt jelenti, hogy nagyon merész és tényleg előremutató választék bővítés a mindenféle nemzetek konyháiba való bepillantás. És nyilván ismerjük el, van belőle nagyon sikeres és van belőle kevésbé sikeres is. Ami nagyon sikeres, az ott marad a repertoáron, ami kevésbé sikeres, azt meg elfelejtjük. A tegnapi napról szeretném, hogyha Kati néni mondana néhány szót. Ma belekeveredünk mi is a nevekbe, ezekben a terülyekben, kicsinke. A polgármester belekeveredik. Ugye először a kínai édesanyú Mártás, ma mégis ismertem, azt próbáltuk meg, és így itt nem álljunk el a gyerekek tőle. Tehát az is ugyanúgy volt, mint egy paradicsomos káposzta, szívesen megettem, nem ettem. Ugye tegnap csináltuk ezt a teriyaki csirkét, ugye ennek is az a lényege, hogy azért nem annyira extra, tehát egy rizibizit kellett hozzá csinálni, de a húst megcsináltuk brassójasan, hogy azért, ha nagybuktát csinálunk, ne kelljen a húst kidobni, és ugye
a nyers gyömbért margarinon lepirítottam, lesütöttem, de még egy kicsit jobban lesütöttem volna, még jobb lett volna. Kellett hozzá méz, a magam se tudom, narancslé, és ugye a szójaszósz tette föl a... Tehát ugye erre vigyázni kellett, hogy ne sózzuk el. És ugye mikor ráteszed, akkor összekever... Na, nyilván ugye a gyömbér csípős volt. Két adagba csináljuk mindig a hús. Kiszedtem a gyömbért, a szétturmixoltam, a felnőttekébe beletettük a gyömbért a szójaszószal, a gyerekekében nem. Nem volt azért akkor már, tehát az iskolásoknak már a végét oda mertük adni, de lényeg a lényeg, hogy megint Enikő azt mondta, hogy Kati néni, ezt nem fogják megenni. De mondom, mi haza. És az ő lánya, aki azt mondta, Enikő, az biztos, hogy nem fogja virág megenni. Kinyalták a tányért, jön mutogatni, Kati néni, ki voltak nyalva a tányérok, és sorba jöttek repetázni. Tehát ez ilyen, hogy holnap mit fogunk, milyen levest főzünk, már ilyenkor én sem tudom, mert bekeveredik. Nem tudom már. Lényeg a lényeg, a pénzügyi bizottsághoz hasonlóan magam is elfogadásra javaslom az élelmezési szabályzatot. Bárkinek még tovább hozzáfűzni valója, jó, akkor szavazásra teszem fel, aki elfogadja a... Bocsánat, kérek. Az Alandi óvoda, bölcsöde és konyha élelmezési szabályzatot és munkaterét, azt kérem kartfelemésre jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen és ellenszavazat nélkül elfogadásra került. Következő napi rendi pont a 3.8-as szóbeli előterjesztés, a községi konyha szolgáltatásainak kiterjesztése a lakossági rendezvényekre. Az ötlet az alpolgármesteri, annak a kidolgozását szeretném indítványozni és részletes előterjesztést készíteni abból, hogy itt most az alapelvről kéne határozzunk, mely szerint amennyiben temetés utáni tor, ballagás, bármilyen olyan rendezvény, ami 15-20 stb. Fővel jár, de már otthon nem fér el ennyi vendég, nem tudnak ennyire főzni stb. A catering részt a konyhától rendelnék meg, akkor létszám és foglaltság függvényében vagy a tükrös termet, vagy az IKST nagyobb termét díjmentesen bocsátanánk a helyi lakosok rendelkezésére. A pénzügyi bizottság ezt a napirendezési tárgyalata, mi volt konkrétan a javaslatot? A pénzügyi bizottság azt javasolta, hogy kifejezetten Diósjenői lakosok, állandó lakosok vehessék igénybe ezt a szolgáltatást, mert a nem állandó lakosokra ugye megvan a bérleti szabályzata a tükrös teremre. Erre kerüljön a következő testületi ülési kidolgozásra egy részletes eljárási rend, amit publikálni tudunk a neten is, meg akár a jenői újságban, hogy hogyan kell ezt csinálni, az igénybevételt, és természetesen a konyha vezetőjével kell megállapodjanak a cateringről, nem pedig az önkormányzattal, az önkormányzat. Tehát amennyiben a konyha vezetőjével megállapodtak az ételről, akkor az önkormányzat díjmentesen adja ilyen. A hozzátermet, így hozzá van. Termet. Azzal, hogy ugye az eljárási rendben azt nem tudjuk részletezni, hány fő, milyen kínálatot szeretne, milyen gazdag, vagy úgyhogy ez mindig egyedi megállapodás kérdése, aminek a adminisztrálását, számolását, stb. Egyértelműen a konyhavezetőre bíznak. Azt kell leírjuk, hogy hol kell jelentkezni, hol kell tisztázni, hogy a melyik termet tudja megkapni, hogy a tükröst vagy a IKST-t, illetve hogy a Katinán hol kell jelentkezni, hogy akkor letárgyalja. Egyébként szűk körben, bocsánat, mindjárt megadom szót, szűk körben már beszéltem erről egy-két ismerőssel, már van két jelentkező, aki ballagásra
meg nem is tudom, hogy még mire, már azt mondta, hogy hát ő ez biztos, hogy élni szeretne ezzel. Megadom a szót. A személyzetünk megvan-e hozzá, vagy ha több rendelés van balagáskor például, tehát hogy arra is kell gondolni. Értelemszerűen ennek a munkadíj része, ez külön megállapodás kérdése, amiből nyilván az ott dolgozóknak részesülni kell. Tehát ez nem a normál munkarend kapcsán, hanem ez extra teljesítmény, amiben nyilván lesz egy olyan díjazási rész, ami az ott dolgozóké. Nem erre a részére gondoltam, hanem a vállalási részére. Tehát a munkaidő, a plusz napdolga. Ez, bocsánat, ehhez nekünk nincs beleszólni valónk. Igen, ez de ott dől el. Igazabban a György, jó, hogy mondtad, mert ugye, mint mondottam, a 4,5 fő az jövőre mindenképpen szükséges lesz. És ugye arról is lehet beszélni, hogy ami most itt plusz feladat volt, ezt mind úgy ment túlórába, és tényleg igyekeztünk, tényleg, ugye most a legutóbbi rendezvény, ami volt, itt csak a, tehát mindent úgy megcsináltunk a napi főzés mellett, hogy 4x1 óra túlóra keletkezett, én szerintem ez nagyon jó teljesítmény, de ugye az a baj, jó, túlóra, azt ki kell adni, akkor megint már csak 3 ember maradt, tehát ezt, meg most, tehát szívesebben vállalják a dolgozók is, ha ezért pénzt kapnak. Erről van szó. Mert most jó, én lecsúsztatom, de tudom, hogy akkor a kollégáknak megint akkor nem sokkal több. Ezek szombati rendezvények lesznek elvileg hétvégei, tehát hogy... Ki fog derülni? Hétközi, hétvégei? Lehet most, vagy péntek délután, vagy nem tudom, pedig nem a pénz részére. Nem az emberi gondoltam, hanem hogy minden szombaton vállalják, vagy minden vasárnap, vagy rendszeresen, vagy besokolnak. Nincs olyan, hogy kötelező elvállaljuk. Ez vállalás. Jelentkezzenek, a konyha vezetővel tudnak egyeztetni, ha a konyha azt mondja, hogy nem tudjuk vállalni erre az időpontra, akkor nincs a szolgáltatás. De viszont én nem, tehát azt a polgármesternek, a testületnek kell eldönteni azt, hogy a túlórát akkor kifizetni. Ki kell fizetni, akkor nyilván te úgy kalkulálod az árat, hogy abban benne van a díj is, és akkor az ki lesz fizetve nyilván a bevétel terhére. Jó? Jó. De akkor igyekszünk nem elutasítani senkit, mert senki sokat nem lesz. Sokat teljesen ugyanarra az időpontra. Hogy jól felfogott érdeke legyen. Nem. Tehát ez a túlórát azt a polgármesternek kell jobbá hagynia, tehát ennyi, hogy amikor bejön a... Ne, jó, menjünk tovább, nem a pénzről van szó, de amikor azért nem gondoljuk azt, hogy majd most akkor kuprák, de ha meg az történik, hogy kuppa annyi sok idő kell, akkor majd akkor mozgósítunk ember. Igen. Igaz? De ezen a ráérünk akkor gondolkozni, amikor azt mondják, hogy... Hát ezt előre kell gondolkozni, jó, hogy legyen. De... Az igény megvan, akkor legyen feltétel, aki megcsinálja. Jó, lássuk meg, ha odaérünk a híthoz, majd átmegyünk rajta. Akkor biztos lesz lehetőség arra, hogy segítséget kérünk, de most azért plusz embert, Állandóan senki nem kívánja, tehát én azt is elmondtam a polgármesternek, hogy nekem most az maximális segítség lenne, hogy a szállítást végezni egy beugró bármilyen megbízási szerződéssel, mert nekem az nagyon sok kiesés, hogy Csúrja Laci 10 órakor kiindul és kihordja az ételest, mert reggel ledobjuk az obodát, az semmi. De 10 órától, 11:30-re jobbik esetben, ha nem csúszik és el tud 10 órakor indulni, kihordja az ételest, mert most már a tó utolsó utcájától Walter Éváikon laknak, ott fönt a... Karasmart? Nem, a Szoci felé, mi a... Törzsanyi út végén, aha. Tölgyfa utca. Nem Tölgyfa utca, valami, nem tudom, valami... Erdészet felé vagy? Igen, tehát ott... Egy alja út. Nem. Még a Erdészet felé az van. Ahol van a Dombóvárinak a... Igen. Nem tudom milyen, ott van ilyen beugró, és az mög... Ja, ott van egy ház, valami, így van. Valami... Nem tudom. Jó. Na mindegy, tehát azért nagy kört futunk be, és azért... Tehát vissza kell 12:30-re érni, mert akkor le kell vinni az óvodát, az önót, és hogyha csúszik, akkor
akkor még el kell menni, és tehát az sok idő. Tehát ez nekünk nagyon nagy segítség lenne. Meg fogjuk oldani. Van már egy megoldás, körvonalozik már valami fejemben, időben beszélünk erről. Jó, tehát most mi arról döntünk, hogy tehát következő testületi ülésre az eljárási rend kidolgozása történjen meg. Most azt kérem, aki ezzel elvben egyetért, az karfölmése jelezze. Igen, tehát arról határoztunk, hogy jövő testületi ülésre az eljárási rend kidolgozása kerül. Köszönjük szépen a részvételt, és akkor visszatérünk a sorrendben tárgyalni a munkaterv szerinti napirendeket. 2.1-es napirend javaslat a 2023. harmadik negyedévi költségvetési beszámoló elfogadásáról. Először is kérdem a pénzügyi bizottságot az állásfoglalásáról. Csókolom, tisztelt Katalin. Szia! A pénzügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót, gyakorlatilag nem részletezném, megállapítható, hogy ilyen takarékos gazdálkodás folyt a első három negyed évben. Ugye annak ellenére tudtuk teljesíteni az összes kifizetésünket, hogy a gyermekorvosi rendelőt nem tudtuk eladni, holott az be volt tervezve, azért 40 milliójuk keletkezett a költségvetésbe, ezt sikerült kigazdálkodni. Készült egy szöveges összefoglaló is, ugye a gazdálkodásról a pénzügyi bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. Van-e valakinek részletben vagy további részletben menő kérdése? Jó, amennyiben nem, akkor én magam is elfogadásra javaslom az írásban mindenkinek megküldött beszámolót. Kérem, aki ezzel egyetért, karfölmése jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadásra került a negyedéves költségvetési beszámoló. Ehhez kapcsolódóan pedig a 23 évi költségvetési rendelet módosítása is szükséges. Ugye immáron negyedévenként módosítunk költségvetést annak megfelelően, tehát a törvényi előírásoknak megfelelve. Ezt is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Tárgyalta a bizottság, elfogadásra javasolja. Értelemszerűen az előző beszámolóhoz kapcsolódik a módosítás is. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Rendben, elfogadásra javaslom a testület részére is, aki ezzel egyetért, karfölemelése jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került a költségvetési rendelet módosítása. Jegyzőszont felkérem, hogy a Diósgyőzi Polgármesteri Hivatal 22-23 évi tevékenységéről tartsa meg a beszámolóját, azzal, hogy a pénzügyi bizottság ezt is tárgyalta. Tárgyalta, elfogadásra javasolja. Nem kívánok nagyon hozzátenni semmit. Azt gondolom, hogy elég részletesen leírtam. Azok a változtatások vannak benne, ami a tavalyi évhez képest van. Ez főként az állományban, meg a feladat változásokban van, szervezeti változás nem történt. Ugye tavaly elfogadtuk az SMS-t, és ahhoz képest abban nincsen változás. Nyilván itt is a dolgozók jogviszonyaiban történnek változások. Ezek vannak gyakorlatilag részletezve, hogy milyen beosztásban ki dolgozik. Ez a létszám hogyan oszik meg különböző szempontok szerint, és a feladatok. Hát ez körülbelül így ennyi. Egy darab kiegészítést tennék ehhez, az, hogy gyakorlatilag évek óta asztalon levő kérdés és probléma a könyvelés behozása az önkormányzathoz. Hirdetünk gyakorlatilag siker nélkül. Újra fogunk hirdetést feladni, vélhetően borítékolhatóan ugyanazzal az eredménnyel, mint az eddigi hirdetések. Ezzel együtt is azért lépni kívánunk két munkatárs, egész pontosan egy munkatársat beiskoláztunk, kifejezetten önkormányzati könyvelés tanfolyamra, illetve van egy másik erre fogékony munkatársunk is, vélhetően vele is ugyanez fog történni a közeljövőben, azért, hogy valóban belátható időn belül saját körbe tudjuk vonni a könyvelést, ami sokkal rugalmasabb, gyorsabb reagálást eredményez az önkormányzat részéről. Én még annyit tennék hozzá, hogy amint látható a pénzügyi beszámolóban is, a
a hivatal a költségvetését maximálisan betartja, tehát nem léptük túl semmivel, tehát úgy gazdálkodunk, ahogy ez különösen a, nem csak a dologi, hanem egyéb tekintetben is, tehát azért évelején volt kiesett dolgozó, azért sokáig nem volt betöltve semmiféle állás, tehát ott eléggé szorosan kellett helytállni. Dologiban van egy-két dolog, amit meg kéne oldani, mert évek óta húzódik, konkrétan már 4 éve, ugye be kéne fejezni ennek a 3 irodának, ami a padlózatának a felújítását, összes többi megvan. Ez csak azért lenne fontos, mert azért sokan járnak ide, igazából főleg házasságkötések szempontjából szoktak jönni, és szokták dicsérni a környezetet, meg hogy szép, meg jó, és hát ebből a szempontból is azért ez így, akkor lenne olyan egységes. Hát remélem, hogy azért lesz erre majd lehetőség, hogy ez megtörténjen. Más eszközökkel kapcsolatban igazából nincsen nagyon nagy hiányunk. Hát így. Nyomtatókkal. Nem. Elakadt. Újra. Elakadt. Mert egyébként jelenleg rengeteget tudtuk spórolni azzal, hogy átalakítottuk, hogy sokkal kevesebb színes nyomtatás, legalábbis ezt kezdeményeztem, hogy kevesebb színes nyomtatás van, sőt általánosságban kevesebb nyomtatást kérek. Hát így a számla, vagy látszik, hogy nem színesen mennek, tehát valóban ez sokat jelent. Jó. Bocsánat, pörgetném, mert hogy az egészségügyi állapotok ezt indokolják. A bizottsághoz hasonlóan a testület részére is elfogadásra javaslom a hivatal működéséről szóló beszámolót. Aki ezzel egyetért, kérem, karkelemése jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazat mellett, ellenszavazat nélkül elfogadásra került a hivatal működéséről szóló beszámoló. Aktuális napi rendek következnek. 3.1-es a 851/2-es helyrezi számú ingatlan átminősítése jegyzőasszony előterjesztésében. Megadom a szót. Hát a korábbi képviselőtestületi határozatban döntött a testület arról, hogy ez az ingatlan telekhatárrendezése azért történt, mert fenn a Petőfi utcában egy nagyon kis részt az igénylőnek elkívánunk adni. Ez ugye végigment, gyakorlatilag a megosztás megtörtént, kialakult, most pontosan tudjuk, hogy mekkora a részre, van egy előszerződésünk, igazából át kell minősíteni, mert ugye a közútból alakult ez ki, közutat ugye, az forgalomképtelen, azt nem lehet értékesíteni, tehát át kell minősíteni beépítetlen területté, és akkor véghez lehet vinni a szerződést, tehát meg lehet csinálni a véglegeset. Aztán majd elő kell készíteni a vagyonrendületünknek a módosítását, amiből ki kell venni, ugye, mert ez üzleti vagyon lesz így, és akkor 244 négyzetméterről van itt konkrétan szó, aminek az árát akkor megállapítottuk. 214. A 214, bocsánat, most nem vettem ki. 214, úgyhogy ez hiányzik még, ezt a határozatunkat még be kell adni földhivatalba, és amint ott céljegyzésre kerül, akkor meg tudjuk kötni a szerződést. Egyébként szeretné rendezni a kérelmező is, úgyhogy ezt megoldjuk. Egy biztos millió lépcsőn kell végigmenni, amíg egy darabka, és tényleg semmi másra nem használható föld, hát, másik tulajdonosa legyen. Ez most éppen így aktuális. Jó, van egy kérdés. Látjátok azért, hogy melyik a helyes, a vázrajzon. Tehát ott van rajta. És azt mondom, hogy az... A vázrajzon, csak ott vázrajzon. Ott látszik különben a szövegészlet. 224, igen, akkor 224, igen. Az előterjesztésben volt a sajtó. Igen, így van. Jó, tehát akkor a vázrajzon szerepel. És a határozati javaslatban jól szerepel. Hát a határozati javaslatban jól szerepel. 224. Így van, akkor ezen nincs amit. Tehát a megküldött határozati javaslat
alapján javaslom elfogadni ennek az ingatlanak az átminősítését, aki ezzel egyetlen kérem kartelmisel jelezze, 5 igen szavazat, ellenszavazat nélkül megtörtént. Belterületi közutak kezelői és tulajdonosai viszonyának rendezése az előterjesztésben részletesen felsorolt helyrezi számok dolgában kéne meghozni ezt a határozatot. Volt egy általános felhatalmazásom arra, hogy ezeket a tárgyalásokat lefolytassam a Magyar Közúttal. Szükséges ahhoz, hogy ezt a folyamatot perfektuálni tudjuk, hogy konkrétan helyrezi számra lebontva határozzuk meg a kezelésre átvenni szándékozott ingatlanokat. Itt is még majd lesz a szabadságútnak a megosztásával, telek megosztási feladat, tehát azt is el kell majd most kezdeni, hogyha ezek... Nem hiszem, hogy ezt meg kell osztani. Én azt gondolom, hogy ott akkor kell megosztani, hogyha a tulajdoni viszonyokat... Ezt azt írták itt, hogy meg kell. Nézzük meg. Hát a levelükben kettékelve, tehát a 1268 helyre az is szám szabadságút mérete miatt. Ami a szabadság, így van. Előzetesen az ketté kell választani a Kossuth utcánál. Ezért kérjük, hogy a megosztási vázlat elkészítésére földmérőt szíveskedjenek megbízni. Felvérési vázlatot munkaközi állapotban kérjük eljutatni részünkre. Tehát ez... Nyilván, csak a felső szakaszt veszik el. Így van, pontosan. Tehát tulajdonképpen a Kossuthtól fölfelé eső részét a szabadságútnak. Ennek van még egy olyan vonatkozása is, hogy így akkor végre a tulajdonunkba kerül a teljes Véndió tér, nem csak egy 2 méteres karimája, amivel semmit nem tudtunk volna kezdeni, sem pályázatban, sem. Így most megnyílik a lehetőség annak, hogy ugye ehhez is érdemben hozzá tudjunk nyúlni. További kiegészítő javaslat. Pénzügyi bizottság elfogadásra javaslom. Köszönöm. Én magam is elfogadásra javaslom. Aki ezzel egyetért, kérem karhelemesen jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen ellenszavazat nélkül elfogadásra került a javaslat. 3.3-as jegyzőasszony utca elnevezése iránti kérelem. Megadom a szót. Hát elég részletesen írtam le, hogy melyik útról van szó. A közismert nevén az Öreghegy. Ugye található ez az út, ez egy földút, ami hát több csatlakozásaként körülbelül a református temetőtől megy föl, akkor ahhoz csatlakozik, és akkor egészen az Öreghegy másik oldalán megy le ott az üdülősor végébe. Gyakorlatilag közúttal nem igazából van így kapcsolata. Azok a kérem nem is nagyon járható. Azok a csatolt kérelemben szereplő tulajdonosok, vannak ott építménnyel beépített ingatlanaik, és ők, amint látjátok a kérelemben, ugye azt szeretnék, hogy ez az út legyen elnevezve, mert szeretnének oda házszámot. Igazából az előterjesztésben benne van, hogy ugye azért, tehát minden építménnyel rendelkező ingatlant el kell nevezni, az utcát el kell nevezni, mert jelen esetben is például, ha kijön a mentő, vagy valami van, akkor nem tud hova menni. Ezeket az ingatlanokat állandó lakás széljára, állandó jelleggel használják, ezek nem üdülők, és hát ezért azt nem tehetjük meg, hogy ugye nem nevezzük el ezt az utat. Nem sok, tehát amilyen a tulajdoni lapon rajta van, hogy mekkora ez az út, tehát elég nagy, meg hát így tudjátok, hogy ez körülbelül így átszeli a hegyet. A gerincen megy végig. Igen, a gerincen megy végig. A legfelső utca. Körülbelül most akik kérelmezték, azok igazából ott 3-4 épület van, lejjebb is még esetleg van, de ezek szeretnék, hogyha ez ellene nevezve. Aki itt lakik, meg helyi, azt tudja, hogy körülbelül ugye az Öreghegy az régen ugye szőlők, gyümölcsösök voltak ott.
málna, gesztenyefák, meg különböző gyümölcsfák, tehát ez volt ennek a jellege. Pont ennek kapcsán kezdve kérdezem a pénzügyi bizottságot is, hogy hangozzék el a névjavaslat, ami a pénzügyi bizottság által elfogadása került. A pénzügyi bizottság a szőlődülő elnevezést javasolja. Jó, gesztenyesor az más volt, mert már beszélt. Nem, én írtam bele javaslatként, én írtam bele egy párat az előtte. Így van. De azok csak ilyen példák voltak. Jó, egyrészt leszögezném, hogy ennek az elnevezése valóban törvényi kötelezettségünk. Magam részéről hozzáteszem, hogy azért megnézném azt a mentőt, amelyik ott fölmegy és elmegy oda. Hát fölmegy mindegy, az is, aki ott lakik. Igen, de na mindegy, ez egy másik tészta, terepjáróval eljutni valahova, vagy mentővel, mindegy is. Egy biztos. Ez a fázis arról szól, hogy nevet adunk a gyermeknek. Ez még semmi egyébre nem kötelezi az önkormányzatot. Szeretném felhívni mindenki figyelmét, ez egy következő lépcsős döntés lesz a testület, amiről a testület fog döntést hozni, hogy hozzájárul-e, vagy sem, ahhoz, hogy ezek az ingatlanok gyakorlatilag nem kommunális adó alá vonhatók legyenek. Mert jelen pillanatban ugye ezek az ingatlanok építményadóval terheltek. De hát most... zártkeltek ezért, ugye, azért ott azok zártkeltek, tehát a zártkeltek meg gazdasági épületet lehet 3% beépítésig, gazdasági épületet lehet, tehát ott egyéb építményt elvileg nem lehet létesíteni. Elvileg. Hát az jó. Bocsánat, az igénybejelentés arról szól, hogy lakcímbejelentés miatt kérik azt, hogy legyen elnevezve. Így van. Tehát mi most utca elnevezéséről döntünk. De még nem járultunk hozzá, mert hogy nem lakóingatlanok, ugye? De ehhez kérik, hogy nevezzük el az utcát. De attól, tehát ő lakcímet ott létesített, attól még az nem lakóház üdülőbe is létesített. Elnevezzük az utcát. Kötelesség. Tehát most arról döntünk, hogy elnevezzük az utcát. Jó? Elhangzott egy javaslat, szőlődülő. Van-e más javaslat? Hát szőlődomnak hívtuk idáig is. Jó. Hát szőlődomnak hívta mindenki. Most is így hívjuk. Ennek megfelelően nem hangzott el másik javaslat, tehát a szőlődülőt teszem fel szavazásra. Aki ezt elfogadja, kérem karfelelően jelezze. 5 igen, ellenszavazat nélkül elfogadtuk, hogy a vonatkozó utca neve szőlődülő legyen. Bocsánat, nyilván a név is jelzi, hogy oda nem kívánunk autópályát építeni. Dülő. Meg csatornát, meg villanyt, meg gázt, meg egyebeket oda vinni. 3.4-en tárgyaltuk, ugrunk a 3.5-re, igazgatási szünet elrendelése programisti hivatalban, megadom a szót. Hát a törvény szabályozza a téli igazgatási szünetet, ezt hónapigig föl kell tennünk. Igazából 3 napról van szó, 3 munkanap. Szabadságokat amúgy is kiszokták venni ebben az időszakban. Rendes szabadság terhére megy, ügyelet van. Tehát, hogy anyakönyvi és olyan halaszhatatlan ügyekben, amikor kell, akkor az van. Tehát mindig lesz pénzügyön valaki, meg az igazgatáson is. Tehát ez... Szokásos paraméterek mellett kérem elfogadni, javaslom elfogadni, rendben, 5 igen szavazat, ellenszavazat nélkül elfogadtuk. Bocsánat, visszatérhetek az előző pontra, hogy a szőlődülő mellett van olyan idézelbe utcánk, amit esetleg ugyanúgy el kéne nevezni? Nincs, nem tudunk. Más kérés nincs előttünk. 3.6-os napi rendi pont. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, megadom a szót. A Helyi Választási Bizottságnak a megbízatása ugye mostanáig tartott, a következő választásig, ez megszűnik. A bizottság tagjaiból, akik voltak régebben, egy fő meghalt, tehát 2 maradt. Igazából 3 állandó tag, tehát 3 tag kell és 2 pótag kell. Többeket kerestünk, hogy akik voltak, azokból kivállalja. Aki a Választási Bizottság vezetője volt, Hekli Gáborné, ő vállalja továbbra is. Igazából ő ezt régóta csinálja meg. Ugye azért ott tudnia kell.
Nagyon nehezen sikerült összeszedni olyan személyeket, akik vállalják. Mindenkit végighívtunk, akik itt voltak, és ennek megfelelően alakult ki ez a javaslat. Ezt most november végéig a választási irodának nekünk ezt jelenteni kell, mert ez nagyon szigorúan veszik. A helyi választási iroda vezetője az én vagyok, teszlán javaslatot, indítványt nincs. Ezzel kapcsolatban más javaslat nem lehet, tehát ez van. Mert hogy jegyző az. Igen. De jó rend, igen. Így van. Igen, és akkor a tagok pedig ők ki is fogjuk lakni majd, úgyhogy ez nem egy titkos dolog, tehát ők lesznek a választási bizottság, tehát a Hekli Gáborné, Kondor Éva és a Balogh Marianna. És akkor a mezénében a Szilvia és a Borbíróné Hanzel Marian pedig a pottagok. Jó? Mm-hmm. Elfogadásra javaslom, szavazásra teszem fel az elhangzottakkal, elmezett nevek vonatkozásában, hogy egyetét kérem, Karhelyen is jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen ellenszavazat nélkül elfogadtuk a helyi, megválasztottuk a helyi választási bizottság tagjait. 3.7-es napirendi pont. Krizsán Péter kocsibáló létesítése iránti kérelem, előterjesztő jegyzőasszony, megadom a szót. Hát a kérelmező elkezdte ezt a kocsibálót megépíteni, ott a szokásos ügyülősoron. Nem tudott róla valóban, hogy ehhez engedély kell, de abban a percben, amikor, tehát ugye ott ellenőrzés volt, ő abba is hagyta, bejött, beadta a kérelmét, hogy ő ezt szeretné megcsinálni, és mindenképpen úgy akarja, hogy eznek az előírás, tehát hogy ő mindenben partner, de hát igen. Úgyhogy itt végül igazából... Végül van a kocsi beállók, mert akkor... Mi jön? Ezzel ennyi a véleményem. Javítja. Kultúráltan. Hát ez igen, igen, az is nagyon együttműködő volt, tehát itt... Ugye vannak ott olyan példát, hogy felharcolunk, mert hát vannak, igen, vannak, tehát van. Tényleg itt, tehát ő szeretné ezt itt tovább, tehát abszolút. Ja. Igen, így van. Részletesen leírta. Elfogadásra javaslom. Rendben, szavazásra teszem 5 igen, és elszavazott nélkül. És akkor a kétségot is folytathatja, amit kért hozzá. Igen, igen. Volt másik kérelem is, a beadványa szerinti, így van. Azt visszaadtuk meg hiánypótlásra, az nem volt jó. Jó, 3.8-ot már tárgyaltuk, 3.9-es, ez a Szent Lázár megyei kórházzal kötött szerződés jóváhagyása, gyakorlatilag itt a védőnő, annak az elhelyezése és a körülményei vonatkozásában kötöttem szerződést a Szent Lázár kórházzal, egyrészt tárgyalta a pénzügyi bizottság is. Így van, nyilván elfogadásra javasolja, hiszen törvényi kötelezettségünk ennek a szerződésnek a megkötése. És jól felfogott érdekünk, hogy védőnő működjön, és igen, jól felfogott érdekünk, hogy a jól bevált védőnőnk folytathassa megújult és nagyon jó körülmények között az új rendelőben a tevékenységét, ezért én magam is elfogadásra javaslom a képviselőknek, kérem szavazni. 5 igen, és ellenszavazat nélkül elfogadásra kerül. Ebben már az új rendelő van? Egyértelműen. Jó. Az új rendelő az annak a körülményei. Valamilyen vicces díj, milyen négyzetméterenként 1000 forint. Tehát... Csak mert én azt kérdezte tőlem, hogy mit tudunk a ilyen működési engedélyről, ami már az újba szól, mert ő még azt nem kapta meg, és ugye ez kell ahhoz, hogy el tudjon jönni. De valószínűleg ez kell hozzá az, hogy ezt... Nem, mi intézzük. Pont ez a vicc, hogy ezt a, hogy is hívják, kell intézze a Szent Lázár kórház. Így van. Amit nekünk kellett bármit is intézni, az minden megvan. Ott pattog a labda gyakorlatilag. Azt várjuk a költözés miatt, hogy megkapassa a hát a működési engedélyét kell, igen, mert ilyenkor ugye... Hát itt azt a kórháznak kell, mert igen. Ő az... Igen. Szerződés alá van írva, annak birtokában, hogy tudja intézni. Igen. Jó, tehát elfogadtuk, és ennek megfelelően 18 óra 3 perckor berekeztem a nyílt ülést, 3 perc egészségügyi szünet rendelek el, és utána zárt üléssel folytatjuk. Köszönöm szépen!